Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 27-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai és tervei, ezt mutatja ez a felső kártya. A képeknek szimbolikus jelentése van. Ez a hölgy a képen azt mutatja, hogy milyenek az ő gondolatai. Tehát őt szimbolizálja. Ő nyitott az érzelmekre, ezt ez a kehely mutatja. Mert a kehely összeáll a víz elemével, és a víz eleme az érzésekre utal. De ő eltekint egy más irányba. Nem tudja, hogy mit tegyen. Mutassa az érzelmeit, vagy legyen inkább visszahúzódó. Ő arra gondol, ha ő túl nyitott, akkor belemegy egy ilyen rizikóba. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Tehát mi betekintünk az ő érzelmi világába. Ő itt tart egy ilyen arany érmét, ami a pénzre utal. De nem csak az anyagiakra, hanem az értékekre is. Mi az ő számára most értékes? Azt ő megpróbálja így erővel befeszíteni. De nem boldog, azt mutatja az arca is. Inkább azt mondanám, hogy ő nagyon megsértődött, és ezzel a tartással titeket bosszantani akar. Lehet, hogy nála nem is tudatos, ön de így viselkedik a jelen pillanatban. A harmadik kérdés pedig az, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ő szeretne veletek találkozni. Ez a kép azt jelenti, hogy ne sokat gondolkodjunk el a múlról, de a jövőről sem, hanem élvezzük a jelen pillanatot. A nap energiáját ez a felhő mutatja az én saját kártya csomagomból. A felhő azt jelenti, hogy minden olyan borús, nem látni át rajta. Tehát nem tudjátok elképzelni most, hogy mi következik, mert ez láthatatlan. Ez a kártya jelent időt is, fél évet, amíg ti ezzel a férfival ezeket a találkozásokat félelmek nélkül élvezni tudjátok, és minden rendeződik, és átláttok a dolgokon, az körülbelül fél évig fog tartani. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!